Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél róla, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Nem tudom különben, hogy hogy hagytuk abba a legutóbb, de azt tudom, hogy megszereztük magunknak a Gameboard-est. Illetve már rég megvolt, csak át kellett venni. Tehát úgy, hogy ki kellett venni őt a... véghajóból, tudjátok. Jó, közben meg szintet léptünk. Jó. Kész a napi küldi. Hogy mi ez nem napi küldi? Ez egy gyűjtögetős. Tudsz. Mo. Oké. Okay. Dörpi. Vagyis megvannak a kerekek. Nem? Nincs. Most van. Megint eltűnt. Ott van. Kész a kerek. De most nem megyünk kerekezni. Vagyis ide, egyet meg a... Egyet mennem kell, azért is kell egyet mennem, mert tudjátok, új pony van és le kell cserélni. Ám, de előbb. Csinálunk egyet, hogy játszunk egyet Applejack-kel. 10-es előtt. Ja, és veszünk közben egy új pont. Mert miért? Ne! Azt akarom gyorsan elmondani, mert kicsit sietnem kell ma, de annyi időm van, hogy ez beleférjen. Csak gyorsan. Tegnap, vagyis inkább úgymond ma reggel, tudjátok, én ilyen elalszom magamat még délelőtt is, de csak a délelőttöt. Mindegy. Lényeg az, hogy megnéztem a Hambronin a videoklipet, vagy milyen videoklipet, a Equestria Girls másik filmjének a premierét, hát az olyan jó volt, hogy én csak várni tudom, hogy mi lesz a folytatás van. Igazság szerint ez a videó, nem tudom mikor fog pontosan fölkerül a netre, de szóval mikor majd fölkerül, az nálam, mikor ezt a videót nézitek, akkor vegyétek úgy, hogy ez nálam volt. Mármint, hogy ez, hogy a tegnapi nap az nálam volt, tehát hogy augusztus. Milyen augusztus? Szeptember 12 van. Na, úgy mondom inkább. És közben meg akkor berakjuk ide Rainbow Dash-t, hogy legalább ő is dolgozzon. Látjátok? Egy 4 chip. Oké, okay. Tehát egy 4 csillagos póni kell ide. Fogok én találni 4 csillagos pónit, illetve találni fogok. Pillanat, csak azt nézem, hogy mennyi kell Rarity-nek. Még 6. Oké. Okay. Nem azt nézem, hogy ez a kis pöcög, de nem. Hát nem is biztos, hogy tudok rakni pónit, de pont ki akarok rakni, tudjátok, mert mondtam, hogy ki kell raknom, hogy haladjak itt is, Ponyville-ben. Itt van. Ó, de még jó. Oxi, az jó nekem. Nyertünk akkor gyorsan Rainbow Dash-sel egyet. Elnézést. Nem vettem még ma be az allergia gyógyszeremet, úgyhogy... Kicsit kaparja a torkomat, ez az allergia. Szóval várom a filmet. És nem tudom, hogy ez mikor fog fölkelni, de úgy tervezem, hogy remélhetőleg minél hamarabb. Csak az a baj, hogy azért nem tudok mostanában tölteni föl igazán videókat, mert várom a net cserét, és eddig máshol töltöttem föl úgymond a videóimat. Ez olyan, hogy nagyon ilyen speedfire-t egy későbbi alkalommal, csináljuk meg a többieket. Tölgedezést. De annak ellenére még mindig nem tudok semmit az 5. évaddal kapcsolatban, pedig már nagyon várom, hogy
Jöjjön. Azt sem tudom, hogy mikor jön le. Hát de remélhetőleg nem 2015-ben jön le, nem karácsony után. Hát még remélem karácsony előtt valahogy elintézik a... Mondom, a negyedik évadot úgy terveztek, hogy decemberre hozzák le. De aztán végül áttették azt november végére, úgymond. Hogy hogy mondjam. De különben igen úgy van, mert úgy mondom. Oké. Okay. Különben nyisd ki a DJ Ponszrére, tehát Vinyl, ami kiépül. Valahogy olyan 9 óra, igaz? Egy pillanat és megnézem, csak örülök. Itt van? Nem. Csak 8. Oké, okay, Go Fluttershy-jal. Egyébként... szerintem nem fogok elkészülni ez a vélemény nyilvánító videóba, úgyhogy úgy fogom csinálni, hogy megnézzük először a fiúkkal a filmet, és akkor azzal együtt fogjuk az egészet megbeszélni. Mármint lényegesen meg van beszélve, hogy mit kell mondani a negyedik évaddal kapcsolatban, de... ezt elrontottam. De... szóval, majd meg... szóval... no. Meg van beszélve, csak el kell készíteni róla a videót. Hát, oké, mindenki megvan. És akkor irány Kentel ott. Egy pillanat türelmet. Csak igazítottam valamit. Ups, bocsánat. Józsi? Bocsánat, csak megfordult a tabletem. Igen. Facebook mindig rossz. Rossz. És megérkezett az új póni Kentelodba. Ricsiáda, rúgsz te vagy. Mondjam. Oké, okay. Vannak itt pónik, akikkel lehet játszani. Legyen Rainbow-des. témának mi mit mondjak? Szóval... nem tudok már témának mit tényleg mondani. Mi, nem tudok semmit sem már mondani témának. Maximum azt, hogy most készült el Living Tombstone egy új zenével. Na most arról nem fogok beszélni, hogy az milyen, mert az, amiről írt egy... hello? Most ment el a léghajó? Azért nem fogok róla beszélni, mert amiről írt egy új dalt szerzett, az egy... tehát az a játék az kikészített. Aki majd megnézi, azt tudni fogja, miről szól. Mert a Peti haverom is szokott ehhez hasonló játékokkal játszani. Most ebből nem fogok itt erről témáról beszélni itt a csatornámon, meg a videóimon, meg ehhez hasonlókról. Szóval, hogy a Peti az szokott ilyen játékokkal játszani, de nagyon éjjel-nappal azt olyanokat nyom. Komolyan mondom, hogy amiket szokott mutatni nekünk, hát a fiúkkal olyan szinten megérünk, hogy hát most mondjam azt, hogy mi történik oda lent. Tehát, hogy nadrág csere. Mert azt mondhatom szerintem. Ja, nadrág csere. Maradjunk ennyiben. De rendesen. Igen, nadrág csere. Ezt a Zoli pedig azt nem bírja, mert a Zoli az olyan szinten meg tud ijedni, hogy
Szegény már attól, hogyha véletlenül idén meg akarjuk őt lepni, tehát mit tudom én, ott megy előttük az utcán, és oda megyek, hogy megfogjam a vállát, már attól is olyan szinten megijed, hogy majdnem összeesik. Szegény nagyon félős. Jó, nem mindig, de általában, amikor tényleg nem számít semmire, váratlanul. Tehát ahogy én vagyok, mondtam már, én nyugiba el vagyok, és hogyha ilyen előttékből milyen csapást törték vele valamit, hogyha valaki meg akarna ijeszteni, akkor fú. Ezzel nem is játszok semmi ilyen fajta játékokkal. Ezért is inkább maradok a póniknál, mert az legalább tetszik, cuki, és felgyűlítja a napomat. Jó. Menjünk vissza a Ponyville-be. Nem csak tudjátok, azért jöttem vissza. Na, még egyszer nem. Most figyelek. Szerintem nem összik Crystal Mine. Ám de. Na, akkor olyan, hogy most lecserélem Fluttershy-t Rainbow Dash-re. Megmarad? Akkor majd Rainbow Dash, mert ha megmarad, akkor jó. Aha, jó. Ha megmarad, akkor jó. Akkor majd innen fogunk csinálni a Crystal Mine-t Rainbow Dash-sel. Viszont úgy látom, hogy Applejack-kel lehet még egyet almázni, akkor gyorsan egyet almázok még vele. És akkor innen folytatjuk majd a Vivit. Szóval igen. Jó. Amúgy azt vettem észre, hogy Ringospinnek nagyon kevés póni videója van, hát mondjuk ő neki nincs annyi ideje, úgymond, mint nekem, de mondjuk én is lehet, hogy rövidebbre kéne fognom a videóimat, hát vagy a közeljövőben úgyis már rövidre fogom fogni, mert úgy sincsen úgymond semmi olyanom, amit tudnék mutatni. Szóval felfedeztem egy elég érdekes dolgot a pónikkal kapcsolatban, hogy például azt így gyorsan megmutatom, hogy Pinkie Pie-nak Opsli, oda lett egy vámpír, gyümölcs vámpír, de nevek, hogy neki két sörénye van, és AJ-nek is két. Nem ilyen látszik attól a labdától, de két sörénye van. Igen, szóval, de a sorozatban meg csak egyet mutatnak. Két ilyen. Na jó, szóval innen fogjuk folytatni, köszönöm minden kedves nézőnek a figyelmet, viszont a következő videó, és külön minden Brónak és Pegasitőnek Bluehoof és Viszlát.